Négy év kihagyás után ismét Dél-Afrikába utazott három nyíregyházi versenyző, hogy az atléták körében népszerű Potchefstroomban készüljenek a szabadtéri szezonra. Kerekes László irányításával Kerekes Dóra, Szikszai Róbert és Tóth Balázs a szombathelyi dobókkal közösen lengyel és ciprusi válogatott atléták társaságában három héten keresztül tréningezett a Johannesburg közeli edzőtáborban. A délelőtti dobóedzések után a délutánokat a konditeremben töltötték a nyíregyházi sportolók, akik ideális körülmények között tudtak dolgozni. Az időjárás miatt utaztunk ki, ugye ott 30-35 fokos meleg várt minket. Az itteni télben ugye kint nem tudunk ugye edzeni, főleg, hogy most a felújítások, ugye az építkezés miatt ugye nekünk új helyen kell edzeni, emiatt döntöttünk úgy, hogy ismét ellátogatunk Afrikába. Az olimpiai kerettag Szikszai Róbert szerint hasznos volt az edzőtábor, és reméli, hogy az év első versenyén már látszani fog a Dél-Afrikában elvégzett munka eredménye. Úgy gondolom, hogy most 60 méter körül állapotban vagyok. Március 7-én lesz a téli magyar bajnokság, ott fogok indulni, ha minden jól megy, és ott szeretnék a téli legjobban javítani. Szikszai nyári versenyprogramja még szervezés alatt áll. Az olimpiára vagy a 65,5 méteres kvalifikáció szint teljesítésével, vagy pedig a világranglista helyezés alapján lehet kijutni. Tokióban 32 versenyző indul férfi diszkoszvetésben, a nyíregyházi atléta jelenleg 30. a világranglistán.